Hazai piacról, hazai terméket, hazai termelőtől. Ez a motto kíséri elsősorban azoknak a termelői piacoknak a felújítását, amelyek között például Abaúj-Szántón is ezentúl korszerű körülmények között árusíthatják a maguk által megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket a kistermelők, és vásárolhatják meg azokat az állampolgárok. Többek között ez is elhangzott Abaúj-Szántón az új piac ünnepélyes átadóján. Nagy István agrárminiszter kiemelte, a koronavírus járvány bebizonyította, hogy ennek nem csak létjogosultsága van, hanem fontos tényezője is a hazai gazdaságnak. Gondoljuk bele, hogy ha egy importterméket vásárolunk, sok ezer kilométerről érkezik a termék. Min megy az keresztül? Fogalmunk nincs, hogy ki termelte, milyen körülmények között termelte. Ahhoz, hogy itt még friss legyen, vagy egyáltalán ne romoljon meg, gondoljuk el, hogy milyen állapotba kellett azt leszedni, hogy napokat, heteket akár utazzon és érkezzen ide. Szóval aki biztonságot akar, aki finomságot akar, aki megbízhatóságot szeretne, az mindenképpen helyi terméket válasszon. Hiszen mennyivel másabb úgy vásárolni, hogy tudjuk, hogy a Juliska néni ott lakik a szomszéd utcában, látjuk, hogy kapálgatja, hogy ápolgatja a növényeit, és kihozza a feleslegét és értékesíti. Mennyivel több információt tud ő mondani arról a termékről, mint az, aki soha nem látta, csak éppen értékesíti, azt sem tudja sokszor, hogy micsodát. Úgyhogy óriási dolog az, hogy tudnak fejlődni a piacok, és van lehetőség arra, hogy egy-egy település életét meghatározza, újra a gazdálkodást helyezve a középpontba. Ezzel együtt a hazai termékek vásárlásával a hazai termelők megélhetését is biztosítják a vásárlók, tette hozzá a Abaúj-Szántó polgármestere, azzal együtt, hogy ez népesség megtartó erővel is bír egy ilyen településen. Régi vágya volt a Abaúj-Szántónak egy korszerű piacnak a létrehozása, úgy gondolom ezzel a mai nappal megvalósult ez az álom, és mind az eladók, mind a vevők 21. századi körülmények között vásárolhatnak és értékesíthetik termékeiket. A hazai termék fontossága nagyon-nagyon kiemelt, főleg ebben az időszakban. Ahogy miniszter úr is, kormányszóvivő asszony is beszédében hangsúlyozta, hogy ebben a vírusos időszakban minden, ami a hazai termék, otthon készül, a kertből kerül ki, a saját kertekből, és azt értékesítik a piacon, különleges jelentőséggel bír. Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a régióban ez már a 9. olyan termelői piac, ami megújult formában várja az árusokat és a vásárlókat. Abaúj, ahogy a nevében is benne van, a régi Abaújnak az egyik közigazgatási és kereskedelmi központja, ugyanakkor Zemplénnek is része, hiszen Tokajhegy alja 27 települései között az egyik legfontosabb. Éppen ezért Abaúj és Zemplén találkozásánál egy olyan kereskedelmi útvonalon feküdt évszázadokon keresztül, ahol mindig fontos volt a kereskedelem, a piac. Ezért gratulálok polgármester úrnak, aki a különböző uniós pályázatokból egyik legfontosabb pályázatának a piac megépítését tartotta, hiszen korábban is nagyon sok kistermelő jött, de áldatlan állapotok voltak. Most az európai színvonalon sikerült megépíteni, és ezzel óriási segítséget kapnak nem csak a Abaúj-Szántói, hanem a környék kistermelői is. Az Abaúj-Szántói piac az elmúlt egy évben készült el, közel 150 millió forintból a kor követelményeinek megfelelően.